az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy az úgynevezett biztonság kérdése sokkal több rétűbb és összetettebb, mint hogy csak katonai kihívásokról beszéljünk. Belekerültünk politikai, társadalmi, gazdasági, pénzügyi, szociális, ökológiai, egészségügyi, információs és még talán olyan tényezőket is, amelyekre most nem is gondolunk. Ezért van nagy szükség arra, hogy a Magyar Honvédség szárazföldi flottája az előre tervezetnél is gyorsabban fejlődjön. Erről beszélt Lippai Péter dandár tábornok kedd délután Nyíregyházán az Adasség tisztelet a katona eszménynek című előadás sorozat legutóbbi eseményén. Az Afganisztánban is több évet eltöltő katona középiskolások előtt tartott előadást a 2017-ben elindított Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program eddigi eredményeiről és további feladatairól. Szeretnénk jelentősen emelni a Magyar Honvédség létszámát. Ennek keretében mindenképpen fontos, hogy megértessük a társadalommal a honvédelem fontosságát. Egy honvédelem öntudatra ébresszük az országot, és minél többen tudjanak jelentkezni önkéntes alapon, ez számunkra rendkívül fontos. Így jutunk el azokban a megyékbe is, ahol jelenleg a Magyar Honvédség még állandó, aktív szervezeti elemmel nem rendelkezik, és ezek közül az egyik cél megye az éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Lippai Péter hozzátette, az elmúlt években elsősorban a déli határvonalon volt szükség erős jelenlétre az illegális migráció miatt. Idén azonban az Ukrajnában zajló háború miatt az ország észak-keleti részén is jelentős fejlesztéseket kellett megvalósítani. Ebben érintett itt a közelünkben az Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandára is, amit szintén érinteni fog mind a fejlesztés, mind a struktúraváltás. És ennek keretében a közeljövőben a Debrecen alakot is a legkorszebb harcjárművekből is kapni fog. Ezek a magyar néven HIUS gyalogsági harcjárművek, amelyek alapját teremtik meg egy úgynevezett nehéz gépesített gyalogságnak. A dandár tábornok hangsúlyozta, szeretnék fontossá tenni a fiatalok számára a honvédelem ügyét. Ennek érdekében jött létre a Honvéd Kadét program, amely egyre több középiskolában működik. A felnőttek körében is folyamatos a toborzás, szeretnék, ha minél több önkéntes vállalna szolgálatot. A pálya iránti érdeklődést a várakozások szerint az is növelheti, hogy most szeptembertől 25%-os illetmény emelést kapnak a katonák.